3-4 hetente tartunk osztályelnök értekezletet, aminek az a cél, hogy azokat a szakmai kérdéseket vegyük napirendre, amelyek alapvetően meghatározzák a kamara napi munkáját. Mai alkalommal is több ilyen szerepel a napirenden. Érdemes kiemelni ezek közül a közös agrárpolitika tervezésével kapcsolatos kérdéseket, a családi mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos éppen aktuális állapotot, ezen túl a vízgazdálkodás, ideértve egyébként az illegális kutaknak a kérdését is majd napirendre kerül. Azt gondolom, hogy sok olyat fogunk tudni ma is tenni az agrárium érdekében, amiért a mindennapi munkánkat végezzük.